Sziasztok! Képzeljétek, Facebookon 7000-en lettünk, és itt a YouTube csatornán is közeledünk a 6000-hez, ami hihetetlen öröm számomra, és elmondani nem tudom, hogy mennyire megtisztelő, és tényleg csodálatos érzés, hogy itt vagytok, és érdekel titeket, amiről én beszélek, amiről írok, és amit csinálok, úgyhogy köszönöm nektek, és arra gondoltam, hogy ezt úgymond megünnepelhetnénk, ugyan nem egy nagyon-nagyon kerek szám, bár ezres nagyságrendű, de mit szólnátok ahhoz, vagyis hát nem nagyon tudtok mit szólni, de ezen a héten minden nap lesz videó, méghozzá úgy gondoltam, hogy nagyon klassz lenne, ha a kedvenc őszi dolgaimat mutatnám meg, úgyhogy most a körömlakokkal fogjuk megnyitni a sort, mivel sokan szoktátok ezt kérdezni, ezért szerintem hasznos is lehet ez a videó, hiszen a kedvencek azok nyilvánvalóan a legjobban beváltak, azok, amikre esküszök, amiket tudok tényleg ajánlani, és amire úgymond ráteszem az életemet ilyenkor. Na mindegy, kíváncsi leszek, hogy nektek mik a kedvenceitek, úgyhogy ne felejtsétek majd leírni, hogy milyen őszi körömlakokat használtok, illetve hogyha maga ez a műfaj tetszik, akkor lehet, hogy évszakonként tarthatnánk egy ilyen kis kalandozást, és aztán ezeket a videókat egy posztba beletenném, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de szerintem tényleg ezek a kedvences és rövid videók azok, amik emészthetőbbek, ugye nyilván a hol videó, meg egyes videók hosszabbak lesznek, úgyhogy megpróbálok mindenkinek a kedvére tenni, és rájöttem, hogy én is élvezem ezeket a viszonylag rövidebb videókat, úgyhogy most már be is fogom a számat, és beszélek a témáról, hogy ne legyen hosszú. Tehát ősszel szerintem nem csak nekem, hanem úgy nagyjából mindenkinek a kedvencei a bordó körömlakok, nálam ez beteges szintig nőtt, szinte csak bordó körömlakokat pakoltam itt össze, előszedtem az összes körömlakom, és azokat szedtem ki, amiket tavaly hobbiseltem sokszor, illetve idén már ezeket használtam, szeretem, és ezekhez vonzódok, és hát mind bordó, szinte kettő kivételével. Na de vágjunk bele, lesz olyan is, 5 darabot szedtem össze, illetve 6-ot, mivel lesz egy, ami már nem kapható, vagy pedig az akciós pulton kell keresnetek a drogériákban, de a többi az még kapható szerintem, legalábbis úgy tudom. Úgyhogy kezdjük is el. Az első, kezdem egy nem bordóval, az első az a Catrice-nek a Moonrock kiadású Effect Nail lakja, tehát ez egy sima színlakra is felvihető lak, de önmagában is csodálatos. És nekem ez tündököl most a lábkörmeimen, szerintem már lassan 2,5 hete, a vége egy icipicit meg van kopva, egy kis lenövés van, úgyhogy majd le kell mosni, de nem pattant meg sehol, és nekem valahogy olyan a lábam, hogy minden egyes cipő leszedi a körömlakot, és hát azt tudjuk, hogy elég csúnya, valamint a kézen is baromi sokáig tart, 2 rétegben már csodálatos, 3 rétegben még szebb, nagyon szépen elterülően, nagyon mini csillámok vannak, illetve ilyen kis szálak, tollacskák is vannak benne, és nagyon könnyű lemosni, ami ugye a csillámos körömlakoknak az átka szokott lenni, és sikálod, és még mindig csillog, és még mindig ott van a körmön, na ez sokkal könnyebb leszedni, mint amit vele eddig találkoztam, és ez az árnyalat a Pretty Like Universe, a 04-es, és volt bordóba is, azzal szemeztem, de ez a rózsgoldos, kicsit ezüstös csillogású, ez nagyon bejött, úgyhogy ezt mindenképp ajánlom, és több színben található, én a bordót meg ezt jegyeztem meg, úgyhogy nem tudom még milyen árnyalatok vannak, de legközelebb a Catrice pultnál körülnézek, mert ez igen. Ezután beszéljünk egy Astor körömlakról, ami fekete, és a végére hagyom ezek szerint a bordókat. Ez egy fekete, nagyon-nagyon mini csillámos, ezüst csillogású körömlak, a 602-es Lid in Black, és ez valami gyönyörű, tehát valami csodálatos. A nagyon magas árkategóriás körömlakoknál láttam ilyen szépséget, hogy ennyire pinduri csillámok legyenek benne, és ennyire jól mutasson. És hát igen, a sötét színekhez vonzódok ilyenkor, illetve még a szürkék tetszenek, de nincsen szürke körömlakom, úgyhogy majd egy olyat is be akarok szerezni. Na de visszatérve erre, 45 másodperc alatt megszárad, tényleg nagyon gyorsan szárad meg ez a Quick and Shine körömlak, vannak. Nagyon jó az ecsete, egy kicsit elkerekített, de nem durván, nagyon jól oda lehet vele mindenhova férni. Tényleg szuper lakról van szó, és ez is elég tartós, ami nálam a legfontosabb, mert ugye mosogatok, takarítok, pakolok, mindent, ami egy női sorsban benne van, mindent csinálok, ráadásul ha ideges vagyok, akkor én piszkálom a körmömet, ami hogyha valahol is egy picit fel van válva, akkor le is pattintom, és ez is kibír. Az előző legalább 7 napot kibír nálam, ez pedig olyan 5-5 kb. Kibír, és nagyon jó, és tényleg gyönyörű felkelve. Van is róla teszt fent a blogon, úgyhogy ezt meg is találjátok, mert tavaly teszteltem, ha jól emlékszem, és írtam is róla, ha jól emlékszem. Szóval tényleg egy szuper lakról van szó. Ezen kívül a Rimmelnek is nagyon beváltak, és nem hoztam ide a fedőlakját, mivel ezek a szuper gel lakkok két komponensűek, van a színlak és kell a fedőlak. Anélkül nem működnek jól. Viszont fedőlakkal baromi tartósak, és ez a színárnyalat, ami ősszel abszolút megbabonáz, ez a 043-as Vénusz árnyalat. Ez egy kicsit ilyen alvat vérszínű, talán így tudnám leírni ezt a színt, és gyönyörű fényes a fedőlakkal együtt. Önmagában sajnos nem elég, úgyhogy, és ami még nagyon negatív, hogy baromi drága. Igen, de ha egy jó lakkot szeretnétek, amit tényleg, ha beleszerettek egy színébe, amit úgy minden héten ugyanazt kenitek fel, akkor ezek a Rimmelek tényleg szuperek lettek, és tényleg gel hatásúak, és tükörfényűek, és nem kopik a fényük, mint a legtöbbnek, és hát az ecsete egy kicsit bumszlibb és nagyobb, mint ami nekem megfelel, de ettől függetlenül nagyon szépen elterül, olyan gélesen szét áramlik a köröm felületen, úgyhogy tényleg egységesen lehet vele dolgozni. A következő az, hoppá, kimaradt egy bronzos, ez a bronz kollekcióból volt a Pupának, nem tudom, hogy lehet-e kapni. Tehát lehet, hogy most olyat mondok, amit nem lehet kapni, de azért ugye ilyen másodkézből eladós, vásárlós oldalakon megtalálhatjátok talán. Ez a Lasting Color Gel lakja, és 5 millis, és a 154-es árnyalat, ami egy gyönyörű bronz árnyalat, nyáron is sokat használtam, sőt, anyukám is használja, pedig ő nem egy körömlakkos típus, és még mindig szinte tele van. Úgyhogy baromi kiadós ahhoz képest, hogy 5 milli, de azért, mert egy rétegben is maximálisan jó, és egy réteg teljesen elég belőle. Úgyhogy én ezt nagyon ajánlom nektek, illetve a Lasting Color Gel lakokat, és mindjárt megmutatok egyet, ami viszont a mostani kollekciós kiadásból van, és ez is a gélellagú kollekció, ez a 172-es, és a Velvet Gardennek a kollekciójában található, és most ez van a körmeimen. Hát szerintem gyönyörű, mély lila, szinte majdnem a feketébe hajló lila, de mégis azért látszik, hogy nem egy fekete körömlakról van szó. Körmeimet ezt le kell szállni majd, mert sikerült azóta egyet letörnöm. Viszont ezek is a gélhatású lakkokhoz hasonlóan tök jól védik általában a körmet, és nem szokott letörni, hogyha ez van a körmömön, illetve ezen körömlakok mind olyanok, hogy adnak azért egy vastagságot a körömnek, tehát akiknek törékenyebb a körme, azok vagy puhább, azoknak is tök jó lehet, és az ecsete pedig ilyen kis lekerekített, nem túl nagy, lehetne talán egy leheletnyit nagyobb, de nagyon szépen lehet vele dolgozni egyenletesen, és egy rétegben is tökéletesen működnek, most is egy réteg van a körmömön, két rétegben még csodásabb. A száradási ideje egy picit hosszabb, mint ami nekem teljesen ideális, de hát ennyi baj legyen, és a Pupa lakoknál én a gel lakokat ajánlom, a géles hatású lakokat, mert ezek nagyon jók, a másik annyira nem. Tehát, ha még egyetlen olyat árulnak, de szerintem most már le fogják cserélni az egész kollekciót. Igen, és az utolsó, ami mondtam, hogy már nem lehet kapni, én 1795 forint helyett 900 forintért vettem meg, ez pedig a Sally Heinzennek a Velvet Textur, vagy Texture, vagy mi, körömlakja, ami bőrhatású, és 670-es lávis, vagy valami ilyesmi. A kiejtése, tudjátok, problémáim vannak, ilyen a diszlexia. Szóval Igen, az angol nyelvtudás hiánya, és az, hogy lusta vagyok rákeresni ilyenkor, hogy kell kiejteni, sajnálom. Szóval tényleg nagyon durván bőrhatású, tényleg egy textúrált lakról van szó, ahogy megszárad, amúgy teljesen normális körömlaknak tűnik, ahogy megszárad szemcsissé válik, de nem homokállagúvá, sokkal szebb is, olyan, mint a bársony gyakorlatilag. Egy bársony bevonatot képez a körmön, és nagyon pici az applikátora, amit én mondjuk nem szeretek, de ettől függetlenül a szín és a hatás valami zseniális, és ebből van egy lilám is, egy ilyen pasztell lila, és azt is nagyon szeretem, de ugye ez nem elég őszi a lelkemnek, úgyhogy bordók minden mennyiségben. Hát remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy a többi videó is fog tetszeni, amilyen kedvences lesz, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mindenképp írjátok meg, hogy ti milyen színeket viseltek szívesen ősszel, melyik márka jött be a legjobban számotokra körömlakok terén, esetleg mi az elvárásotok egy jó körömlakkal szemben, és látogassatok el a blogra is, hiszen ott is mindig van mindenféle tartalom, és a videótól függetlenül posztok is lesznek, mert most ilyen aktív hangulatban vagyok. Legyen szép napotok, és sziasztok!